Minecraft. Szerintem nem mondok azzal újdonságot, hogy a játék alapvetően négy nehézségi fokozattal rendelkezik, méghozzá a békéssel, könnyűvel, normállal és a nehézzel. És azzal sem mondok újdonságot, maradjon ez így most kettőnk köz, kedves néző, őszintén beszélgessünk, egyáltalán nem nehéz sem a legkönnyebb módban, sem a legnehezebb módban a Minecraft. Ezért is hoztam el én nektek mai nap a lehetetlen nehézségi fokot, amivel igazából tényleg meg van nehezítve a játék, és egy kihívás elén néztek ti is, hogyha ezt esetleg kipróbáljátok majd, a leírásban megtaláltok minden linket, viszont hogyha felkeltettem az érdeklődéseteket, mindenféleképpen tartsatok velem! Ezer éve nem volt Minecraftos videóm, szóval hogyha szeretnétek még elszósoló modos, meg minden egyes videót látni, akkor ne felejtsetek el dobni majd egy hatalmas lájkot, persze hogyha tetszik, és hogyha új lennél a csatornán, akkor ne felejtse rá gondolni, hogy feliratkozni teljes mértékben ingyen lehet. Hú, tényleg elszoktam amúgy ettől a videózás dologtól, nem baj, kezdjük is el akkor. A legelső dolog, amit megmutatnék nektek, az nem más lenne, mint a láva, mivel a láva eléggé máshogy néz ki, mint a valóságban. Mármint nem az, hogy máshogy néz ki, mert nyilván, de máshogy is működik. Szóval, hogyha én a Minecraftban belelépek a lávába, akkor utána, hogyha kijövök belőle, csak elkezdek égni, nem annyira fáj, simán tudok futkorászni, stb. 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 Viszont nyilván ez a valóságban nem így van. Viszont a lehetetlen fokozat az megmutatja nekünk, hogy a Minecraftban is lehet azért eléggé durva a láva. Meg is mutatom nektek, hogyha belemegyünk a lávába, és benne maradunk figyeljétek a hp ban benne maradunk egy 0,5 másodpercet, akkor... De, ja, igen, és ez, ez, nem csak így van, nem is tudom igazából, hogy mit mondjak. Mert felveszek most magamra egy gyémánt viszont ezzel is, hogyha beleállunk a lávába, nézzétek meg, a hp m az... Eltörtem, elvértem és a... Micsoda, oda a csizmám is, pedig most vettem ki őket. Hát ez... GG! A következő dolog az nem más, mint a fulladás. Hogyha a játékban lemegyünk a víz alá, akkor nézzétek meg nagyon-nagyon figyelmesen, mennyi idő alatt fogy el a levegőnk, nyilván ugye az enchantoktól is függhet így itt a dolog, de nézzétek meg, hogyha lemegyünk a víz alá, akkor mennyire gyorsan fogy a levegőnk, mint hogyha való életben lennünk, és... Hát igen. Nem lassan kezdünk el meghalni, hanem egyből. Na hát igen, ilyen ez, hogyha szeretnétek úszni, hát akkor nincsen sok levegő, is. És... Ja. Yeah. Szerintem ezt észrevettétek, viszont ez a nehézségi mód a realisztikusabb dolgokat helyezi előtérbe, és hogyha a való életben van, ami jégideget megfogtok, legyen a sima jég, vagy esetleg tömör vagy kék jég, vagy bármilyen jég, az nyilvánvalóan nem kellemes. Főleg, hogyha ráteszitek a kezeteket, és odafagy, vagy a nyelveteket, tudjátok jól, csomó ilyen van. Na hát igen, a játékban ez úgy néz ki, hogyha ráállunk a sima jégre, akkor reflexzerűen nézzétek meg, mi történik, mivel nincs rajtam semmilyen cipő, meg semmi sem, ráállunk és feldob. Mivel reagált rá a karakterünk, hogy azt a jó élet, hát ez nem 30 fok, és lényeg a lényeg, hogy a játékban a karakterünk reflexszerűen reagál rá, méghozzá azzal, hogy hátraugrik, és, és ez sebez nyilvánvalóan, szóval most kreatívan vagyok, mert megmutatom nektek prezentálom. De menjünk is tovább. A tömör jég az még nem a legesleg hidegebb jég, de nézzétek meg, ugyanúgy, mint a jégnél feldob minket, azaz reflexszerűen a karakterünk megugrik. Nézzétek meg, ráununk és így, úristen, ez mennyire hideg volt. Igen, és, és hátra És hogyha erre ráálltok, akkor igazából garantáltan, hát biztosítsatok magatoknak vizet, azaz magatok alá vizet, mivel hogyha erre ráálltok, akkor, így még a látótávolság is eltűnik. Azt a jó élet, pedig azért nem annyira kevesen vagyunk, mennyi ja, hát hatsánk, de az kevés. De azért nézzétek meg, jaj, a baby zombi! Hát ez dupla reflex volt. De, de igen. Most, hogyha a jégről beszélünk, akkor ez eléggé felrepít. Persze a zombikat nem, csak én szenvedjek. Igen. Kigondolta volna. Ha belemegyünk a tűzbe, akkor általában egy ilyen 5-6 másodperc alatt lejöhet rólunk a tűz, vagy hogyha esetleg leszedjük egy vödör vízzel, akkor tökről meg van oldva. Ugye, hogyha tűz van a házban, az sem oltódik el magától 5 másodperc után, hanem terjed, terjed, stb. Nyilván ez a körülményektől függ. Viszont, hogyha én ide szépen leteszek most a követő és a segítségével egy tüzet, és belemegyek, akkor a leges legközelebbi vizet, annyi lényeg, meg kell keressen, mivel ez a tűz, ez nem fog elállni, ez teljes mértékben addig, ameddig csak így létezel és nem mentél a vízbe bele, addig égni fog. Na, sikerül vajon a fiúnak? Úristen, és sikerült egyetlen egy szívvel, de sikerült túlélnünk ezt a, ezt a csodálatos tüzet, amibe belefutottunk. Tudjátok, mi nézhet még ki nagyon jól? Hogyha eljöttök a nedőrbe és találkoztok egy őrlánggal, és azt hiteket eltalál, hát nézzük meg, hogy eltalál -e most minket, hát eléggé közel vagyunk. Nice, jó, újabb próba. Hát ez hihetetlen, na jó, belemegyek most már én erőszakosan, teljesen magamtól. És most zabálhatjuk igazából az aranyalmát, mivel életünk végig égünk. És hát a nedőrben eléggé nehezen találunk azért vizet, nem? Hát igen, pontosan. Szóval ameddig nem találjuk meg a portát, és a normális világban nem találunk magunknak vizet, addig szépen égni fogunk, szóval gyorsan menjünk is vissza, és olcsuk is el magunkat. Hogyha ezt a nehézséget használjuk, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy nem elég egyetlen egy gyémántbaltát, vasbaltát, szerszámot hozzunk magunkkal, mivel nézzétek meg, ez a szerencséktől függ igazából, de hogyha most így szépen kiütöm a leveleket, és ki szeretném szedni a fát, akkor... Hát, hogy a fejsze az mikor fog eltörni, ez már egy nagyon-nagyon jó kérdés, de konkrétan bármelyik pillanatban eltörhet, ezért... Aha, persze, igen, igen, hát ki gondolta volna. Na de most újra megmutatom nektek, kivágjuk ezt a fát, azaz megpróbálkozunk vele. Nézzétek meg, igen, jó, jó, oké, ezt sikerült kivágni, ez azért haladás. Nézzétek meg, ezt is vágjuk. Jó, eddig teljesen jók vagyunk, mert amúgy tényleg random, 50-50% hogy mikor törik el a fejsze. A, jó. Tökre jó, ez egy csíles fejsze. Nem baj. Legalábbis bajnak baj, mert nem tudom nektek megmutatni, hogy ez tényleg így van. De megpróbálkozhatunk esetleg mindjárt majd az ásóval. Hát, ha azzal hamarabb sikerül. Hát nem. Egész nap így itt fogunk majd bányászni, fát vágni, meg minden földet szedni. Hát, ha, -há, ki kellett csak mondanom. Így is van, szóval ugyanúgy működik ez az ásónál is, mint a baltánál, mint a csákánynál, mint a mindennél. Szóval a karddal is vigyáznunk kell. Hogyha szeretnétek bányászni, akkor szokták mondani, mindig vigyetek magatokkal fákját, nehogy véletlen szörnyek spónoljanak be mögéd, egy jó kis creeper, vagy bármi más, vagy hogy szimplán csak lássál valamit. Na hát igen, ebben a nehézségben ez teljesen más, hogy működik, mivel nézzétek meg, én nagyon-nagyon szívesen, sült, még tele is pakolom az egészet, viszont ez nem csak úgy működik, hogy letesszük a fákját mostantól, hanem a fákják egy kis idő után maguktól kiégnek, nézzétek meg, szépen várunk két-három másodpercet még, és el is kezdenek szerintem a fákják kiégni maguktól. Igen, így is van, és hogyha kiégtek, akkor kapunk egy olyan botot, aminek az a neve, hogy Burned Out Torch, szóval hát végül is ezt, ezt most már nem fogjuk újra gyújtani. Az is millió biztos. Ez most nem egy nagyon nagy különlegesség, viszont a játékból kikerültek a felesleges szörnyek, mint például a denevér, vagy esetleg a malac. Igen, tényleg, a malac is kikerült. Bár szerintem nem annyira felesleges volt a malac, de, de a malacot kivette a pluginnak a fejlesztője, és igazából... Most már nyugodtan keresettek maracot, mert nem igazán fogtok találni, az is száz százalék. Hogyha már a szörnyeknél tartottunk, akkor megmutatok még nektek három fontos szörnyet, igazából amik változtak a játékban. Az első az a Creeper lesz, a második az a zombi, a harmadik viszont a pók. Creeper az annyiban változott, hogyha bármikor találkoztok egy Creeperrel majd a játéknak a során, akkor igazából nem egy sima Creeperrel fogtok találkozni, hanem alapvetően már Charged Creeperrel. Szóval nézzétek meg, leteltek én 600-at is, akkor is mindig fel lesznek turbozva. Ugye, hogyha belecsap a villám, akkor így néz ki. Nyilvánvalóan ez a creeper sokkal nagyobbat robbant és sebez, mint az alapvető. Ezzel egyetlen egy probléma van, hogy majd mindjárt megmutatom nektek, de először a zombit és a pókot. Ha letesztek egy zombit, akkor azok mindig kis méretben fognak és felszereléssel spónolni és igazából ez egy ilyen különleges újdonság, nyilván olyan hangosak, mint a hú, nem is tudom mi, és jó, legalább nem jönnek utánunk meg, kreatívban vagyunk. A legutolsó szörny az nem más, mint a pók, amit meg szeretnék nektek mutatni, ez is Igazából, mint a való életben, ha véletlen nézzétek meg, én rá akarok csapni egyet, akkor ő neki lesz egy reflexzerű, olyan szinten gyors futása. Na várjatok, megmutatom nektek. Átmenjünk szépen survival be Nézd meg a pók milyen gyorsan jön, ajna És a zombi, amúgy a másik kedvencem, aki úgy fut, mint valami, nem is tudom micsoda, de nézzétek meg, leteszek ide egy pókot, és olyan gyorsan ide fog találni, hogyha észrevesz, csak észre kéne vegyen. Í hát igen. Eljövök el errefele, és egyből. Olyan gyors, mint a jó élet. És akkor el is mutatom nektek, hogy a creeper az euh, még miben más. Igazából, hogyha leteszek én oda szépen egy creepert, nem fog, nem fog engem figyelmeztetni arra, hogy robbanni fog, hanem nézzétek meg, a közelébe megyek, és... Au! Na hát igen. Ezt kapják azok, akik nem nyomnak egy hatalmas nagy lájkot a videóra, és nem iratkoznak fel. Szóval srácok, hogyha szimpi vagyok esetleg, és tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy hatalmas nagy lájkot és egy feliratkozást, viszont akkor nézzük meg, hogy mi maradt még hátra a mai nap. A csontvázak annyiban változtak, hogy kétszer gyorsabban lövik most már ki a nyilat, és nem csak egy sima nyilat, hanem egy tüzes nyilat, és nagyon sokat sebeznek, figyeljétek meg. Már is lement... Istenem, már csak két szíve maradt hát... Igen, le is lőtt. Szóval a csontváz az ennyiben változott, ami még változott, az nem más, mint a Silver fish. Őket igazából lehetetlen megölni, szóval, hogyha egyet megölsz, akkor lesz belőle négy, és nyilván, hogyha azt a négyet megölöd, abból 16, és így tovább. Az Endermenek közelében nagyon nem ajánlom, hogyha ezt a játékmódot kipróbáljátok, hogy menjetek. Szóval, hogyha közelébe mentek egy Endermennek, akkor automatikusan rátok támad. És hát igazából ez a videó ennyi is lett volna. Nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot a videóra, illetve fel iratkozni a csatornámra, én nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek, és akkor találkozunk a következő videómban, én Dreamlay voltam, sziasztok!